Busszal és vonattal is ütköztek egyeste két baleset Orosházán. Honvédelem és haderőfejlesztés Benkő Tibor tartott sajtótájékoztatót. A kerékpárosokat segítik kompresszor a posta előtt. Köszöntöm a kedves nézőket, ez az Orosházi Városi Televízió híradója november 1-én pénteken. Jó estét kívánok, jövünk a részletekkel. A hét elején hirtelen őszire fordult időjárás, többeknek gondot okozott a közlekedésben. Orosházán is több balesethez riasztották a rendőrség és a mentőszolgálat munkatársait. Két közlekedési baleset történt Orosházán kedd este. Az elsőben vonat és személyautó ütközött Gyopároson. A fürdő felől érkezett a szürke személygépkocsi, amely hajtott át a vasúti átjárón és összeütközött az Orosházáról Szentes felé közlekedő vonattal. A baleset során személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett. A balesetben érintett vonat volt az utolsó ezen a napon, így a menetrendszerű vasúti közlekedést szerdán már nem befolyásolta. Nem sokkal a gyopárosi eset után ismét közlekedési balesethez riasztották a rendőrség és a mentőszolgálat egységeit. A Könd és a Huba utca kereszteződésében egy kerékpárral közlekedő férfi az elsődleges információk szerint nem adta meg az elsőbséget és összeütközött egy személygépkocsival. A fékező gépjármű mögött további két gépkocsi és egy autóbusz nem tudott megállni, így ők is ütköztek. Ez utóbbi járművekben anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt. A balesetben a kerékpárral közlekedő férfi sérült meg. A rendőrség kéri, hogy a hirtelen őszére fordult időben is vigyázzunk jobban magunkra és egymásra. Defibrillátort adtak át a helyi Vasex barkácsáruházban. A Pannon Beszerzési Társaság országos szinten összesen 30 defibrillátort helyez el az üzletekben, ezek közül Békés megyében Orosházán van az első ilyen eszköz. Ezt a félautomata defibrillátort szerezték be és adták át a Pannon Beszerzési Társaság szervezésében a Vasex Kft. Finanszírozásával a Let's Do It Vasex barkácsáruházban október 31-én. A társaság tagjai országos szinten összesen 30 félautomata defibrillátort helyeznek el az üzletekben, ezek közül Békés megyében Orosházára került az első. A Pannon Beszerzési Társasághoz közel álló személy egy hirtelen szívhalál következtében elhunyt, és ez a megindító esemény indított minket arra, hogy elkezdjünk keresni megoldásokat, és a defibrillátor az elmúlt években nagyon komolyan megmutatta, hogy mennyivel tudja javítani az életesélyeket, ha van. Az átadáson jelen voltak az országos mentőszolgálat orosházi mentősei. Szila Izabella orosházi mentőtiszt arról beszélt, hogy 2016 és 2019 között megduplázódott a sikeres újraélesztések száma. Ez véleménye szerint óriási siker, amely az országos mentőszolgálat újraélesztés tanító képzésének és a SafeCity applikációnak is köszönhető. Egyrészt a laikusok merik elkezdeni, egyre többféle automata defibrillátort helyeznek ki. A mentés irányításunk egy ilyen bejelentés kapcsán vonalban marad a bejelentővel, és ha a bejelentő nem is tudja, hogy mit kell csinálni, ők lépésről lépésre elmondják a betegvizsgálatot és az újraélesztést. A mentőtiszt azt is elmondta, hogy rendkívül egyszerű kezelni a defibrillátort, amely magyarul ad utasításokat a szükséges teendőkről. Megtudtuk, hogy az orosházi mentősök a közeljövőben a cég dolgozóinak is megtanítják az életmentő eszköz használatát és a laikus újraélesztés fogásait is. Békés Csabán tartották a Békés Megyei Védelmi Bizottság és a Békés Megyei Államigazgatási Kollégium együttes ülését október 31-én. Benkő Tibor honvédelmi miniszter ismertette az Rényi 2026 elnevezésű honvédelmi és haderőfejlesztési programot. Az Rényi 2026 programról néznek kisfilmet a résztvevők a Békés Megyei Védelmi Bizottság és a Békés Megyei Államigazgatási Kollégium együttes ülésén. Az eseményt dr. Takács Árpád nyitotta meg, beszédében a biztonságról, mint értékről, a nemzetbiztonságról, mint szükségről beszélt. Különböző problémák vannak, háborúk robbannak ki, olyan háborúk, amelyek valamilyen formában bennünket is érintenek. És a magyar katonák a világ számos országában helytállnak, őrzik a békét és támogatják az ott élő embereket. Tisztán látszik, hogy a jövő kiemelten szól a biztonságról is. A jövő sikeres nemzeteit tehát nem csak azt fogja jellemezni, hogy mekkora egy adott ország GDP-je, hanem az is, hogy hogyan tud a veszélyekkel szemben védekezni. Hozzátette, Békés megye az egyik legjobb partner, akit a Honvédelmi Minisztérium találhat. Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, a hazát minden magyar állampolgárnak védenie kell. Az Rényi 2026 komplex honvédelmi és haderőfejlesztési program a béke és a biztonság megőrzését hivatott biztosítani.
Miért kell megvédeni a magyar embereket és Magyarországot, hiszen most is békében élünk. Legalábbis mindenki ezt érzi, hogy békében élünk, biztonságban vagyunk. Miről beszél ez a honvédelmi és haderőfejlesztési program? Hát ez a békés világ, amelyben mi élünk, eléggé töréken, sérüléken. És lehet látni, hogy ami a nagyvilágban történik, az milyen formában képes befolyásolni környezetünket, vagy éppenséggel hazánkat. A miniszter elmondta, kiemelten fontos felkészülni bármilyen eshetőségre. Példaként visszaemlékezett az egykori Jugoszláviára, a délszláv háborúra és az azt követő gazdasági hanyatlásra. Az előadást követően sajtótájékoztató keretében ismertették a honvédelmi program elemeit. Benkő Tibor kiemelte, szükség van a fiatalok bevonására is, fontos megismertetni velük a haza jelentését és fontosságát. Fejlesztik továbbá a hazafias honvédelmi nevelés rendszerét is, hogy minél többen válasszák a honvédelmet hivatásukként, őket ösztöndíjjal is jutalmazzák. Hozzátette, az ország békéjéről és biztonságáról közösen kell gondoskodni, ahogy az utónemzedék létéről is. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is megrendezte elektronikai hulladék és sütőzsíradék gyűjtési akcióját az orosházi önkormányzat. A tematika nem, csak a helyszín változott. Halmokban gyűlik az elektronikai hulladék a Vásárhelyi úti szeméttelepen. Az orosházi önkormányzat fontos feladatának tekinti, hogy rendszeresen megszervezze ezeket az akciókat, hiszen Orosháza területén egyre nagyobb mennyiségben figyelhetőek meg illegálisan lerakott elektronikai cikkek, hulladékok. Többek között hűtők, televíziók vagy mikrohullámú sütők is kerülnek a kukák mellé vagy az út szélére. Október 31-én a reggeli órákban már 10 köbméter hulladékot elvittek a Karcagi Elektronikai Hulladék Hasznosító Kft. Munkatársai, valamint 4-5 hordónyi olaj is összegyűlt. Az elektronikai hulladékgyűjtésre a lakosok legtöbbször televízióval, nyomtatókkal, valamint mikrohullámú sütőkkel érkeznek a helyszínre. Az idei második őszi akció új helyszínre került. A polgármesteri hivatal udvarát szerencsére kinőttük, és ezért a Vásárhelyi úti hulladékgyűjtő, volt hulladékgyűjtő telepre került át az elektronikai hulladékgyűjtés, ahol ugyanúgy nagy mennyiségben átveszünk olajat, illetve zsiradékot is. A hosszú hétvégén rengetegen utaznak el otthonról kikapcsolódni. Orosházán az Alföld Gyöngye Hotelben az őszi szünetnek köszönhetően már egész héten teltházzal működtek. A hosszú hétvégén rengetegen utaznak el otthonról kikapcsolódni. Az őszi szünet egyaránt jót tesz az orosházi turizmusnak és vendéglátásnak. Az Alföld Gyöngye Hotelben már az egész őszi szünetben teltház volt. A vendégösszetételből is megfigyelhető, hogy leginkább gyermekes családok vették igénybe a hotel szolgáltatásait. A szállodában ezért több gyermekmenüvel készültek, több játékot szereztek be a játékszobába is. Emellett egész nap látogatható gyopáros fürdő, ahol animátor foglalkozások is várják a családokat a hosszú hétvégén is. Egyre jobban azt tapasztaljuk, hogy ezeken a hosszú hétvégeken, vagy ezeken a szabadnapokon nem maguk akarnak főzni, nem akarnak olyan kötött programokat átélni, ami kötelező, menni kell, mindenképpen kényszer, hanem ilyenkor megpróbálnak szintén pihenni. A borongós őszi időben kilátogattunk Orosháza egyik legnyüzsgőbb helyére, a piacra. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan látják az őszi termést az orosháziak. A halottak napjához közeledve csütörtökön virágok és koszorúk kavalkádja fogadta az orosházi piacra érkezőket. A forgatagban sokan álltak meg a standoknál cserepes és szálas virágok közül válogatni. Dékány Gabriella, az egyik virágos standeladója elmondta, idén a cserepes és a szálas krizantéma legkelendőbb, de a koszorúk, a selyemvirágok és az árvácska is nagyon gyorsan fogy az ünnepi időszakban. Kiemelte, időjárás függő milyen virágot visznek. Ha hidegebb az október, akkor kevésbé fogy az élővirág, de utolsó pillanatban szerintem az élővirág is behozza a lemaradást. Az őszi időszakban egyre többet lehetett hallani arról, hogy a diótermés gyenge, azonban a burgonya jónak mondható. Kocsis István, aki szintén az orosházi piacon értékesíti termékeit, úgy látja, az idei diótermés valóban gyér, bár a burgonya is hagy kívánni valót maga után. Saját szentornyai krumpli az se egy kifogástalan állapotú, de van tarlókrumpli, amit át később tarlóba vetik, azért tarló, és az jó, tehát annak jó a belseje.
A rossz termés ellenére is elmondható nagy a kereslet a dióra. A burgonyából a tavaszi vetésű olcsóbb krumpli a kelendőbb. Kerékpár kompresszort építettek ki október 18-án az Orosházi Város Üzemeltetési és Szolgáltató ZRT munkatársai a Rákóczi úton a posta elé. Az eszköz célja, hogy az arra járó biciklizők fel tudják vele fújtatni a kerékpárjuk kerekét. Bicikliének kerekét fújatja fel a város új kompresszora segítségével ez a fiatalember. A kerékpározás országszerte egyre népszerűbb elfoglaltságnak számít. Sokan ülnek biciklire akár a sport, vagy az egészséges életmód miatt, akár hagyományosan, közlekedési célból. Magyarországon már több városban is építettek ki kompresszorokat, melynek köszönhetően a bicikli tulajdonosok fel tudják fújatni a kerekeket. Orosházán az önkormányzat megrendelésére az Orosházi Város Üzemeltetési és Szolgáltató ZRT munkatársai telepítettek ki egy kompresszorállomást a Rákóczi úton a posta elé. A legfőbb szempont az volt, hogy a város egyik központi helyén egy forgalmas kerékpárút mellé tegyék ki az egységet. A város üzemeltetés szakemberei emellett folyamatosan felügyelik a kompresszor zavartalan működését, ha kell, elvégzik a szükséges javításokat és karbantartási munkálatokat. Az orosháziak részéről a rövid idő alatt is pozitív visszajelzések érkeztek. Pont ezért, mert forgalmas a hely, és bármikor elérhetővé válik egy olyan gyors megoldás, vagy egy defektelés, vagy egy laposabb kerék esetén, hogy ezt pótolni lehessen. Mert hát mégiscsak könnyebb magunkkal vinni egy max egy belsőt, vagy egy valamit, mint mondjuk egy komplett pumpát cipelni. Újabb orosházi írókönyv bemutatójára várta az érdeklődőket a Jussz Zsigmond Városi Könyvtár október 29-én. Stoeng Viktória, első könyves szerző, Életmesék és egyéb szürreálisan valós történetek című művével ismerkedhetett meg a nagy közönség, amely zsúfolásig megtöltötte az intézmény olvasó termét. Stoeng Viktória neve nem ismeretlen Orosházán, igaz, nem az irodalom területén tevékenykedik, angol tanít. Hosszú ideig maga sem gondolta, hogy egyszer könyvet ír, de mint mondta, az apró villanások, amelyekkel más is találkozik nap mint nap, benne megragadtak és kikívánkoztak. Összesen 22 történet van a kötetben, körülbelül a fele, ami abszolút személyes tapasztalataim alapján született, és a másik fele, az pedig, hát van olyan, ami teljesen fikció, és van egy néhány, ami valami kis mag, valami kis pillanat, ami egyszer megragadott, és abból kerekítettem egy történetet. Több olyan mese is van a könyvben, ami utazás közben például reptéren játszódik. Ezek mindegyike saját élményt dolgoz fel, és Viktória abban bízik, hogy olvasásuk közben világossá válik. Valóban az életből szó szerint ellesett sztorikról van szó, amelyek akárkivel megtörténhetnek és meg is történnek. A kötet különlegessége, hogy az eladásából befolyó teljes összeget az Inda House Hungary Egyesület kapja, és hátrányos helyzetű gyerekek egyéni, valamint csoportos fejlesztésére fordítja. Amint Buzai Csaba könyvtárigazgató elmondta, remélik, hogy a bemutató utáni fokozott érdeklődés ezúttal sem marad el. Hogyha helyi alkotónak valamilyen műve megjelenik, akkor nagyon fontosnak gondoljuk, hogy azt minél szélesebb körben bemutathassuk. Nyilván adódik a lehetőség, hogy ez a könyvtárban történjen meg, de elsősorban az a fontos, hogy minél többen alkossanak Orosházán irodalmi műveket, mert ez az egész városnak fontos. Stoeng Viktóriának az első lépéseket nem kellett önállóan megtennie, egy szakmai lektor és két író is segítette a munkát. Verasztó Antal és Koszorús Oszkár az írás terén adtak jó tanácsokat és biztatták a folytatásra, amely már körvonalazódik. Híradónk végén sport, kézilabda. Első Liga Kupa mérkőzését játszotta az Oxo Energy Orosházi NKC. Vágó Attila tanítványai október 31-én a Kecskeméti NKS együttesét fogadták az Ötvös Csarnokban. Másfél hónapon belül harmadik alkalommal, ezúttal a Liga Kupában találkozott a két együttes egymással az Ötvös Csarnokban. Az első játék részben többnyire a rózsaszínmezes Oxo Energy Orosházi NKC akarata érvényesült. 4 góllal is vezettek a hazaiak, de a Kecskemét a szünet előtt kiegyenlített, mégis 17-16-os orosházi előnnyel vonultak a felek a szünetre. A folytatásban villámrajtot vett az orosházi csapat. Az első játék részben remeklő ifjúsági korú hálóőr Gedó Fannit váltó Cseroberta is bravúrokkal hálálta meg a bizalmat. Különösen jól működött a kapcsolat ezen az estén közte és a 10 gólig jutó Antal Jennifer között. A védésekből számtalan indításgól született, a 42. percben éppen a bal szélső góljával alakult ki a 26-16-os 10 gólos különbség.
A vendégeknek szerencséjük sem volt a mérkőzésen, erre bizonyíték Dancsó Dalma talpról elengedett lövése 10 méterről, ami lassan megpattanva jutott el a vendégek kapujába. Végül maga biztosan 14 góllal 39-25-re győzött az Orosháza a Liga Kupa első fordulójában. A találkozó után Vágó Attila vezetőedző elégedetten értékelt. A szakember szerint nagy fegyvertény egy ilyen játékerőt képviselő együttest ilyen különbséggel legyőzni. Ez a Liga Kupa, ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy picit, nem azt mondom, hogy tét nélkül, de egy kicsit lezserebben, egy kicsit felszabadultabban véve más játékosoknak, olyanoknak is lehetőséget adni, akik esetleg a bajnokságba kevesebb szerephez jutottak eddig. Úgyhogy gratulálok a győzelemhez a csapatnak. Hírösszefoglalónk végén még egyszer a legfontosabbak röviden. Busszal és vonattal is ütköztek egyeste két baleset Orosházán. Honvédelem és haderőfejlesztés Benkő Tibor tartott sajtótájékoztató. A kerékpárosokat segítik kompresszor a posta elő. Ez volt az Orosházi Városi Televízió hírműsora november 1-én pénteken. Friss hírekkel kedden jövünk legközelebb, addig olvassák az Orosz Kafét. Én munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további minden jót kívánok a viszontlátásra.